Korszerű játékok, modern fejlesztőeszközök és hozzáértő szakemberek fogadják majd a mini bölcsibe érkezőket. Az épületet május végén adták át, azóta az itt dolgozók élettel és kedvességgel töltötték meg a szobákat és folyosókat. Most a nyitás előtti utolsó simításokat végzik. Szeptember másodikán elindul bölcsödénk, amire már nagyon készültünk, és nagyon várjuk a gyerekeket. A létszám telített, tehát 16 fővel indul a bölcsödénk. A beszoktatások folyamatosak lesznek, amik szeptember első hetében már kezdődnek. Múlt héten a szülői értekezletünket is megtartottuk, ahol a szülők tájékozódhattak arról, hogy hogyan is indul el egy bölcsödei élet, mit fognak csinálni itt napközben a gyermekek. Az udvaron szintén gondoskodtak mindenről, amitől jól érezhetik magukat majd a gyerekek. Ehhez a színes játékok és az árnyékos hűsölők egyaránt hozzájárulnak. A helyek alacsony száma miatt a családias hangulat és a szakszerű ellátás egyaránt biztosított. Nagyon gazdag az eszközparkunk, az készlet teljesen új minden, új játékokkal van felszerelve az intézmény mind a csoporton belül és az udvaron is. Korosztálytól függetlenül, tehát a bölcsedében ellátás a gyerekek a nulla éves kortól az egészen három-négy éves korig a korosztályuknak megfelelő játékokkal játszhatnak, tehát vannak különböző fejlesztő játékaink, építő játékok, valamint az udvar is gazdagon felszerelt, a meleg időre való tekintettel párakapunk is van, és árnyéklóval ellátott homokozó is. Mivel egyre többen költöznek András hidára, már régóta szükség volt egy ilyen létesítményre. A 250 millió forintos állami támogatásból felépített intézmény az ötödik önkormányzati fenntartású bölcsődezzal a